Ruhák, használati tárgyak, fali szőnyegek a Pécsi Nádor Galériában. Itt mutatkoztak be az egyetem hallgatói, akiknek már akár mi is használhatjuk majd alkotásaikat a jövőben. Ez a művészeti kar formatervezés tanszékének kiállítása. A Design Héthez úgy kapcsolódunk, hogy egyrészt a kis teremben van egy kisebb kiállítás, ami a Design Hétnek a tematikájához kapcsolódik, ami az építészet volt. Itt kifejezetten építészeti kerámiákat is lehet látni, illetve olyan plastikákat, amik architektonikus elemeket tartalmaznak. És a kiállítás nagyobb része, az pedig a formatervezés tanszék hallgatóinak munkáit mutatja be, és ahogy a kiállítás címe is, tehát a kiállítás címe a diverzitás, és ezzel azt szerettük volna kifejezni azt a sokszínűséget, amit a különböző specializációk képviselnek és valósítanak meg jelenleg a tanszéken. Alapvetően két szakunk van, a tárgyalkotás alapszak és a kerámia tervezés mesterszak. A tárgyalkotás alapszakon 3 éve egészült ki az akkor már 10 éves kerámia képzés üvegtervező, illetve fémműves területekkel, és 2 éve indult a textil és divattervező képzés, és hát innen láthatunk munkákat ezekről a területekről. Kíváncsiak voltunk arra, hol helyezkedhetnek el majd az itt végzett hallgatók, hol erősíthetik majd a hazai formatervezés világát. Az a tapasztalat, hogy akik itt diplomáznak, ők ilyen egyéni utakat járnak be, tehát az már nem jellemző, hogy gyári tervezők lennének, vagy hogy így az iparban dolgoznának, hanem inkább a kisebb saját műhelyeket nyitnak, és akkor ott ilyen kis szériában dolgoznak. Kifejezetten van erre kereslet, tehát hogy van egy olyan piaci terület, ahol ezt keresik. Nyilván a tömegtermelés mellett igény van arra, hogy legyen egyedi, kis szériás tárgy. Mint várható volt, a legnépszerűbb a divattervező szakirány a pécsi képzőhelyen. A divat az egy nagyon népszerű terület, tehát az szinte berobbant, szinte mindenféle reklám és marketing tevékenység nélkül özönlenek rá a fiatalok. Én úgy látom, hogy ott az a koncepciója, Surányi Szilárdnak hívják ott most a szakvezető tanárt, hogy ő azon dolgozik, hogy hosszú távon javuljon a minőség, és hogy a egyik évfolyam a másik évfolyam vállán állva így felnőjön ez a szak, és meg gyökerezzen itt Pécsen. Igen. Emellett még a kerámia is egy elég népszerű terület, tehát az olyan nagyon stabilan tartja magát évek óta. Vannak üvegmunkák is, hát azt látjuk, hogy ez egy elég speciális terület, kevesen ismerik. Az országban nagyon kevés helyen van középszinten üveg oktatás, ezért oda kevesebb a jelentkező, illetve hát a kárpitok is vannak itt a falon, az is egy nagyon speciális terület, ahol annak ellenére, hogy alacsony a hallgatói létszám, nagyon, nagyon színvonalas, jó minőségű munka folyik. Aki szeretné tudni, hogy mit álmodtak meg a pécsi formatervező hallgatók, még megnézheti munkáikat a Pécsi Nádor Galériában.